Na, üdv jó ét vágyat mindenkinek. Na, ebben a videóban most minden lesz. Levélláldal, tutoriál, tanácsadás, akármi. Mert olyan sok dolog jött most össze egyszerre, és akkor azt szeretném egy videóban letudni. Először is szeretném megköszönni az adományt, ami Bencétől érkezett. Azt mondja, hogy nem sok, de egy-két csitoszt kijön belőle, hát kettőnél több azért. Köszönöm szépen. Egyébként a csitoszt azt nyerni szoktam, tehát mostanában úgy vagyok vele, hogy eszek egy csitoszt, felbontom, van benne egy kupon, hogy nyert egy másik csitoszt, azt akkor csak azt kell cserélgetni. De köszönöm szépen az adományt. Azon gondolkodtam, hogy vajon a pálinkával miért nem csinálnak ilyen akciót? Hogy mit tudom én, kupakba, hogyha veszel pálinkát, megiszod, kupakba nyerhetsz egy üveg másik pálinkát. Nem? Az is tiszta jó lenne. Már ugye annak a készik pálinkát. De mondjuk tudom, hogy miért van, mert miért nincs, mert hogy a pálinkát azt anélkül is megveszik az emberek, tehát azt nem kell reklámozni. Na, jött itt néhány kérdés. Az első Gergőtől jött. Azt kérdezi, hogy szia Tamás, egy gyors kérdésre fordulnék hozzád, nem tudom, egy istenésre rájönni, hogy ebbe a mintában milyen betűtípus található. Próbáltam rákeresni a Google-ban, de semmi hasznosat nem találtam. Esetleg tudnál nekem segíteni, hogy ez milyen lehet, vagy nincs-e valami speciális betűtípus kereső válaszodat előre, és köszönöm. Na nézzük azt a mintát. A minta pedig ez. Aha. Szóval. Ez a Blair betűtípus. Tehát így vágom kapásból. Ránézek és megállapítom, hogy ez a ITC Blair nevű betűtípus. Meg is mutatom neked, melyik. Méghozzá abból is a félkövér. Ez. Látod, hogy tudok? Ilyen egy igazi tipográfus. Kenny vágja a dolgokat. Na most viccen kívül ez úgy megy ez a dolog, hogy van ilyen betűtípus azonosító oldal. Az a neve, hogy What the font? Mi ez a font? És ez a MyFont üzemelteti, azt hiszem a MyFont oldalán van. És de ha beírod a Google-ba, hogy What the font, akkor megtalálod. És az a lényeg, hogy fénykép alapján, ha van fényképed, akkor több-kevesebb sikerrel be lehet azonosítani a betűtípusokat. Én azt csináltam ezzel a fényképpel, amit belinkeltél, hogy letöltöttem, egyenesbe forgattam, és körbevágtam. Más nem csináltam vele, de általában megadja, hogy milyen felbontású kép kell. Ha nagyon egymásba lógnak a betűk, akkor kicsit el kell őket különíteni egymástól, hogy jobban meg tudja állapítani, és akkor, hogyha elég nagy felbontású, meg elég jó a kép, akkor lehet, hogy meg tudja neked mondani, hogy melyik az a betűtípus, és ezt azonosította be, ezt az ITC Blair-t, ami egy 35 dolláros betűtípus. És nincs benne hungarumlaut, ugye? Ü meg ő. Nekem csak azért van benne ü meg ő, mert hogy én bele szoktam szerkeszteni magamnak, tehát azokba a betűkbe, amit én használok, és hiányzik belőle, én azokba bele szoktam szerkeszteni a hungaromlautot is. Tehát úgy kell keresni, ITC Blair, Blair, mint Tony Blair, az a neve. Na. Oké, ez a kérdés kipipa. Van egy másik oldal is egyébként, az Identifont, de az annyira jól nem használható, mert ott ilyen kvízszerűen kell megállapítani a betűt. Tehát igazából ahhoz nem kell kép, hanem kérdezősködik, hogy ennek a G-nek milyen a szára. Tehát befele kanyarodik, vagy kifele, vagy izé, meg megkérde, hogy a kicsi G-nek lefele milyen az alakja, stb. És hogyha nincs a birtokodban a teljes betűsor,
akkor egy csomó olyan kérdés lesz, amire nem tudsz válaszolni. Milyen a Q betűnek a pucája, vagy nem tudom. Vagy milyen az M-nek a szára, hogy párhuzamos, vagy egymás felé dőlő, vagy ilyeneket. Szóval az is jó, de ahhoz kell, hogy meglegyen az egész betű, az egész készlet, hogy abból tudjál boldogulni. Jó. Kérdezi Dani, hogy Dani vagyok, egyik rendszeres néződ. Lenne egy olyan kérdésem, hogy két csatornás erősítőre rá lehet valahogy kötni egy mély nyomót. Régi erősítőm elromlott, és nincs annyi pénzem, hogy három csatornásat vegyek. Válaszod előre, és köszönöm. Hát úgy külön, hogy egy mély hangszórót, ugye, mivel, hogy két csatorna, tehát akkor most vagy a jobb oldalra kötöd a mélyet, vagy a bal oldalra kötöd a mélyet, de szerintem egy széles sávú hangszóróval többet érsz, tehát egy olyan hangfallal, ugye, amiben van magas, közép, mély, vagy két utas, hogy mély, közép, tehát a házi mozi rendszerből kibarkácsoló dolgok, ezek nem fognak működni, nincs hova kössed. Lehetne valahogy hackelni, csak ahhoz olyan ember kell, aki az elektronikában jártas. Gondolom, te nem vagy az, hogyha ezt így feltetted ezt a kérdést, úgyhogy én megpasszolok. Apám lehet tudott volna egy olyan megoldást, ami erre jó. Na, Viktor küldött nekem Flyer analizátorhoz nyersanyagot. Azt mondja, hogy érdemes végigolvasni, ők is ilyen újságot kapnak, hogy mennyi kacat van benne. Igazából a Flyer analizátor az egy egyedi, egyszer és megismételhetetlen fika videó. Hát igazából ott nem az a lényeg, hogy miket lehet benne kapni, tehát igen, ez ilyen limlom, zsibvásár, bazár. Itt én nem is arra csaptam le, hanem arra, hogy milyen igénytelenek azok, ugye, akik ezeket árulják, hogy maguknak szerkesztik ezeket a szórólapokat, ugye még a nyomdai munkálatokra se költenek, mert ugye ezt egy normális nyomdai nem adja ki a kezéből, tehát ezt gondolom beadják a kész anyagot tele hemzsegő helyesírási hibákkal, meg magyartalanul, meg mit tudom én. És akkor, na, azt azért, annak azért estem neki, annak a szórólapnak, ugye, tehát most magába az, hogy mennyi ilyen kacat meg limlom van, az ugye nem fika téma, mert mi van itt gesztenyekrém? Ezen filóztam, bazdmeg, mi az a gesztenyekrém? Mondom, azt mire kell kenni? Azt nem jutott eszembe, hogy lehet, hogy azt enni kell. Az nem. Mondom, gesztenyéből krém. Na, például ezt ki lehetne fikázni, hogy a cím így van írva, hogy minden olcsó, minden jó, nálunk vásárolni csuda jó. Ez a rigmus egyrészt szar, mert versnek nem jó. Másrészt ugye ez a cím, hogy minden szó nagy kezdőbetűvel indul, ez ugye nem magyar, hanem ez ilyen angol száz szokás. De úgy különösképpen most csak úgy nem kötnék bele. De köszönöm szépen az anyagot hozzá. Néztem egyébként már, hogy lehetne még csinálni ilyet, de már nem lehet. Valahogy nem tudom miért, kikerült a szerintem a köztudatba ez a videó, ugye Szalai Isti is megosztotta, de elég sokan látták, hogy mi ez. És az is lehet, hogy pont az is látta, akinek szólna ez, tehát aki készítette ezt a szórólapot, és kicsit elszégyelte magát, vagy utána néz. Akkor viszont azt mondom, hogy megérte, mert akkor célba ért. Azóta normálisan meg vannak szerkesztve. Nincs benne helyesírás hiba, nincs benne semmi olyan különös dolog, tehát tanultak belőle. Írja Ádám, hogy ahogy a Vallásos Elmebetegek című videóban elmondott, hogy ezek a jehovisták ezzel a fény, meg mit tudom én szövegeikkel jönnek, mindig ezek akarnak nyomulni. Ez az egész rendes
Ezek az egész rendes Bibliát átküldik a francba, utálom őket. Sima keresztényekkel nincs semmi bajom, mert azok nem erőszakos köcsögök. Nekem sok keresztény ismerősöm van, és még egyszer sem akarták rám sózni ezt az egészet. Szóval kerüld el ezeket a kamu vallásúakat. Mármint a vallásukat nem akarták még rám sózni. Jó, értettem. Ja, itt pont arról van szó, ugye, hogy én nem tudom kikerülni őket, mert ők botlanak belém, és ugye megbecsengednek, meg betörnek az emberhez, szóval nem. Persze, hogy normális ember nem foglalkozik ezzel, hogy most ő miben hisz, tehát azt megtartja magának magánügy, mint az, hogy kivel fekszik le. Vagy hogy hogy neveli a gyerekeit, tehát az... Amíg másnak nem árt vele, addig semmi közöm hozzá. Na, aztán az utolsó. I don't know írja. Ez a neve. Fényképezőgép. Kedves Turi Tamás, rendszeresen követlek téged YouTube-on, illetve a szakmai blogodon is, és látva szakértelmedet egy kéréssel fordulok hozzád. Tudom, hogy fotózással nem foglalkozol, de a Photoshop és egyéb programokat rendszeresen használod, így remélem tudsz valamit hozzászólni. Több éve videókat készítek, igazából minőségi rövid filmekről van szó, illetve természetfotózással foglalkozom szabadidőmben. A kérdésem az lenne, hogy ez a gép, amit linkelt, szerinted mennyire elégítenék a minőségi természetfotózást és rövid filmek készítését? A legfontosabb a felbontás lenne, válaszod előre is, köszönöm. Hát kedves I don't know, amit belinkeltél ide, az egy bridge gép, ami úgy van reklámozva, ugye, hogy 65-szörös zoom. Na most itt ezt domborítják ki nagyon, hogy az milyen fasz, hogy ilyen 65-szörös zoom van benne. Én azt mondom, hogy a 65-szörös zoomot nem feltétlenül tudod kihasználni. Na, valaki gyomja a kapucsengőt. Majd mindjárt. Ezt hallgass meg, bazd meg, ráfekszik. Kíváncsi vagyok, mikor hagyja abba. Na bazd meg, miért utálom a kaputelefont? Miért kell nyomni azt a kaputelefont? Kik önök? Kit keresnek? De a gomb, amit megnyomott arra, az van írva, hogy gombás? És ha nincs otthon, akkor miért én hozzám csönget be? De én nem engedem be önöket, mert én nem tudom, hogy önök kicsodák. Tetszik tudni? Hát most... Uram, ön mondhat bármit, tehát én meg nem vagyok lent. Tehát nem. Ha ön keresi, akkor keresse akkor, amikor hazajött a munkából, és kész. Nincsen szórólap, nem kérünk szórólapot, és nem kell nyomni a kaputelefont végig, mert az egész házba hallatszik. Ilyen faszokat, bazd meg. Mondom, izét keresi, bazdét keresi, de azért az én kaputelefonomat nyomja. Én nem tudom, bazd meg, ezek az egybites emberek, ebben mi a logika? Hát látja, hogy nem az... Nincs itthon, ezért becsenget máshoz. Mert ő be akar neki dobni egy szórólapot, bazd meg. De nem engedném be. Hát na, hogy nem engedem be. És ha bemutatkozom, azt mondja, akkor beengedhetek. Azt mond, amit akar, nem? Bazd meg. Azt ráfekszik. Azt nyomja, bazd meg, mint a hülye állatja. Hát én addig nem tudok beszélni, amíg fekszik, ha ezért nyomja a csengő. Normális. Bazd meg, tumpika. Na. Hol tartottunk? Fényképezőgépnél.
Szóval nem tudom, hogy jó ötlete egy olyan embernek a véleményét kikérni, akinek nincsen és nem is volt sose egy rendes fényképezőgépe. Tehát ebbe a témában nem tudom, hogy ez én véleményem mennyire mérvadó, de próbálok akkor, ha már megkérdeztél valamit mondani róla. Ez egy bridge, ez a gép. Hát én szerintem ennyi pénzem már 160 ezer forint, és szerintem már DSLR gépet is lehet venni, és annak néhány paraméterre azért jobban beállítható, mint a bridge-é. És nem tudom, hogy mennyire számít neked a videó felbontás, mert ugye írod, hogy videókat csináltál, meg rövid filmek fontosak. Ugye ebben az árban van egy olyan DSLR gép, itt találtam egyet, itt az árukeresőn összehasonlítottam. Van itt egy Canon EOS 1100D plusz, van egy 1855 mm-es DC3 plusz 75-300 mm-es obi, egy tele hozzá. Tehát ez a gép, adnak hozzá egy telét, és ez 130 rongy. Itt, hogyha összehasonlítom a kettőt, ugye itt lehet látni a paramétereket, hogy miben jobb az egyik, meg miben rosszabb a másik. Itt azért látszik, hogy a záridő legkisebb, legnagyobb záridőbe azért köröket ver a te általad választottra. Tehát a legnagyobb záridő és a duplája, meg a legkisebb záridő és a duplája. Az ISO érzékenysége is sokkal nagyobb. A képfelbontás az valamivel kisebb. Tehát ezt azért lehet, hát szerintem azért ez is elég nagy felbontás, szóval 4272-ször 2848 az azért elég nagy. Kevesebb programozott téma van, viszont minden manuális. Amibe gyengébb, az a videó. Mert ugye ez csak 720-as HD-t tud és 30 képkockát, amit pedig te kinéztél, az pedig Full HD és 60 képkocka. Minden másban, ja, és nincsen benne képstabilizátor, ugye mivel, hogy ennek külön cserélhető az objektívje, nem feltétlenül szükséges hozzá, amit te kiválasztottál, abban van optikai képstabilizátor, viszont ez ugye külön cserélhető objektíves, ugye, és még egy gratis telét is kapsz hozzá, aminek nem tudom, hogy miért, de hogyha már nagyon nagy távolságra akarsz fényképezni, akkor így is úgy is állványról kell tenni a fényképezést, ugye, mert 65-szörös zoommal kézből te nem fényképezel a másik géppel se, úgyhogy állvány az így is úgy is kell, akkor meg tök mindegy, hogy van-e benne képstabilizátor vagy nem. Képstabilizátor a videófelvételnél esetleg jó szolgálatot tehet. Meg kell nézni, hogy annak a hiánya. Tehát mérlegre kell tenni, hogy meg ugye, hogy ez csak kis HD-t tud. Viszont ez a tele objektív hozzá, ez magával ez azért elég sokat ér. Szóval nem tudom. Na, mérlegelni kell, csak az a lényeg, hogy tudjál róla, hogy ilyen lehetőségek is vannak. Na, jó van, akkor elfogyott az e-mail. A másik még, amit mondani akartam, ez a telefondokkoló, ugye, amit tegnap készítettem. Ugye ott már tovább is fejlesztettem ilyen bicikli lámpa felfogatóból, kiszedtem ezt a gumit, ezt az aljára ragasztottam, hogy stabilabb legyen. De hát az egy csak ronda, úgyhogy az éjjel elkezdtem filózni, hogy megkeresem azt a linket, amit Szőlősi Árpi linket, és akkor hát, ha le lehet tölteni, de nem lehet letölteni azt a sablont csak 5 dollárért, ugye, amiből azt a frankó kis papír dokkot meg lehet csinálni. És akkor azt csináltam, hogy én találtam egy képet, és letöltöttem róla a képet, hogy ezt a Google-ba találtam, letöltöttem a képet, és Photoshopba szépen kiméricskéltem ugye a vonalzó eszközzel, hogy hány milliméter, és szépen kiszerkesztettem magamnak a cuccot, ugye ilyen kis felbontásból is azért lehet látni, hogy ez itt szaggatott vonal, ez meg folyamatos, kész.
és megcsináltam. Tehát itt van a dobkocska. Hát ilyen lett. Ilyen, mikor rajta fekszik a telefon. Ilyen frankó rugalmas. Szóval minden igény kielégít. Lementem a papírírószerbe, és vettem ezt a hát dekorkarton. Olyan ez, mint amire a névjegyeket szokták nyomtatni. Tehát körülbelül az a keménységű papír, mert ugye próbáltam a normál A4-es papírt, az összeroskad a telefon alatt, telefonsúlya alatt. Viszont ez a dekorkarton, ez ilyen frankon, rugalmasan elbírja. És nagyon dizájnos. Direkt bordót vettem, hogy milyen legyen, fehér legyen, az olyan snassz a fehér. Erről már én nem csinálok külön tutoriált, ezt most csak azért mutatom meg, hogy mert mondta valaki, hogy majd ő is megcsinálja, hogyha lesz róla tutoriál, de erről már külön nem lesz, tehát legalábbis én nem tervezem. De valahova elraktam, tehát ez a papírcsík volt az első kísérleti sablon. Ha valakinek majd nagyon kell, ha gondoljátok, akkor igen, itt el is basztam, itt ott vágtam át, ahol nem kellett volna. Ilyen egyszerű, igazából kép alapján ki lehet szerkeszteni, de hogy ne kelljen vele tökölni, ha nagyon kell valakinek, akkor csinálok róla egy ilyen dokumentumot, amire rá van írva, hogy ez hány milliméter, ez hány milliméter, ez hány milliméter. Itt szaggatod, itt ezt előrehajtod, ezt hátrahajtod. Ennyi. Össze van itt hajtva, van neki egy kis fülecske csinálva, az ide becsatlakozik. Ez itt pedig behajtva és összerakva szépen. Ha nem kapkodok, akkor össze is tudom hajtani. Nem engedi magát. Ezt a fület ide. Ezt a fület ide. És akkor van egy ilyen kis frankó cucc. És ez már, na, már néz ki valahogy, hogyha ilyen színes kartont vesz az ember, akkor dizájnos. Na, úgyhogy ha nagy lesz rá az igény, akkor esetleg. És 30 forint egy ilyen kartonlap, és kitelik belőle, szerintem kettő is. Franko. Na, jó, akkor ennyi volt mára. És egyebet nem mondok, hagyjunk holnapra is. Sziasztok!